Ez a híradó 8 órakor, az M1 Jellantos Csaba vagyok. Egész Szerbia gyászolja azokat az áldozatokat, akik életüket vesztették tegnap, amikor leszakadt az újvidéki vasútállomás bejárata feletti tetőszerkezet. A tragédia pillanatában sok járókelő tartózkodott az állomáson. Több mint 30-an megsebesültek, sokak állapota válságos. A mentő alakulatok az éjszaka folyamán is erejükön felül dolgoztak az áldozatok kimentésén és a törmelékek eltakarításán. A tragédia helyszínén van tudósítónk Tóth Diana, őt kapcsoljuk most a folytatásban. Hogyan telt az este az éjszaka Újvidéken? Van-e új információ az áldozatokról, sebesültekről? Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. A tegnapi fekete péntek után szomorú szombatra ébredt Újvidék, de vele együtt egész Szerbia is. Nemzeti gyásznap van ma az országban azok tiszteletére, akik a tegnapi tragédiában vesztették életüket. Mint ismeretes, tegnap a déli órákban egy szempillantás alatt omlott le a mögöttünk látható épület bejárata feletti tetőszerkezet, és több tucat áldozatot temettek maguk alá a romok. Egész hiszen a késő éjjeli órákig tartott a mentőakció, közel 100 ember dolgozott az emberek kimentésén és a romok eltakarításán. Összesen 14 áldozat holttestét emelték ki a betontörmelékek alól, közöttük a tragédia legfiatalabb áldozatának holttestét, egy 6 éves kislányét is. 3 embert sikerült viszont élve kimenekíteniük a mentőknek, őket a vajdasági klinikai központba szállították, és információink szerint az ő állapotuk válságos. A mögöttünk látható épületet 1964-ben építették, és bár a 60 éves épületen történtek felújítások az elmúlt időszakban, a tegnap leomlott szerkezetet nem újították fel. Éppen ezért tegnap Alekszandár Vučić, szerb államfő, azt kérte a kormánytól és az ügyészségtől is, hogy sújtsák szigorú büntetéssel a felelősöket. Mindenki megrendülten áll a tragédia előtt, sokan eljönnek ide a helyszínre, de tegnap éjjel Újvidék főterén is nagy tömeg gyűlt össze. Az emberek mécsesekkel, gyertyákkal a kezükben rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt. A mai nap a gyászról szól itt Szerbiában, Újvidéken pedig 3 napig fog tartani a gyász, és ezt követően pedig az elkövetkezendő napok a körülmények, illetve a felelősök feltárásáról fognak zajlani. Tóth Diana, köszönjük! Eddig legalább 205-en haltak meg a spanyolországi árvízkatasztrófában. Az áradás ezzel a modernkori spanyol állam történetének legsúlyosabb természeti csapását jelenti. Továbbra is sok eltűntet keresnek, így az áldozatok száma várhatóan tovább nőhet. A madridi kormány közben arra figyelmeztetett, hogy a veszély még mindig nem múlt el, mert újabb heves esőzések várhatók az érintett térségekben. A Spanyolországban élő magyarokat is sokkolta a keddi katasztrófa. Egyikük a híradónak arról beszélt, Valenciában szinte mindenki ismer olyat, akinek valamelyik hozzátartozója életét vesztette a tragédiában. A férfi munkahelyét teljesen elöntötte a víz, az ott dolgozók egy gumicsónakban, majd egy épület tetején próbáltak menedéket keresni. Ezeket a felvételeket egy Valenciában élő magyar munkatársai készítették Alfafárban az árvíz kezdetén. Egy bútorüzletet teljesen elöntött a víz, a dolgozók egy gumicsónakban, majd később egy épület tetején kerestek menedéket a betörő áradat elől. Borzasztóan szörnyű a helyzet most. Pásztor Olivér azt mondta, szerencsére szabadnapos volt a tragédia idején, és a munkatársai is megmenekültek, pedig egyiküket egy autóból kellett kimenteni, mert beszorult a járműbe. A férfi arról beszélt, sokaknak esélyesen volt a menekülésre, mert az árvíz pillanatok alatt megérkezett és mindent vitt. Ez olyan hirtelen történt, hogy egy másfél méteres víz zúdult az emberekre, minthogyha egy cunami lőtt volna konkrétan, és ennek olyan ereje volt ennek a víznek, hogy hát az autókat felborította, vitt mindent maga után, széttört mindent, tehát ez ellen nem lehetett nagyon csinálni semmit. Akik szerencsések voltak, ugye ablak nyitva volt, ajtó, azok ki tudtak menni kocsiból, akik nem, azok meg ugye természetesen, mivel hogy magas szinten volt már a víz, nem tudták kinyitni az autót, tehát az autóval úsztak.
Az áradat 4 óra hosszáig hömpölygött, néhol több méter magas volt a vízoszlop. Többen a mélygarázsokban vagy a házak földszintjén rekedtek, sokak sorsáról egyelőre semmit sem tudni, mondta Pásztor Olivér. Mindenki ismer valakit, akinek valaki meghalt, vagy per pillanat még nem került elő, és hát 3 nap után már ilyenkor már csak a legrosszabbakra várnak az emberek. Mindenki érintett valamilyen szinten ezen itt Valenciában. Katasztrófavédők, rendőrök, tűzoltók és katonák próbálnak segíteni a bajba jutott embereken, tette hozzá kiemelve. A civilek is összefogtak és ott segítenek, ahol tudnak, ugyanis csak ott 150-200 ezer ember került borzasztó helyzetbe. Rengetegen mennek oda a vödrökkel, lapátokkal, vizet visznek nekik, mivel hogy 3 napja ott az embereknek se villany, se víz, se áram, se semmi. Az utak teljesen tönkre vannak menve, tehát nem tudnak bemenni oda autókkal, sint az emberek meg semmivel se, tehát el van fogyva nekik vízük, nincs étel, embereknek osztják ezeket, sorok állnak vízért, katasztrofális a helyzet egyszerűen. Pásztor Olivér szerencsésnek tartja magát, mert nem érintette az otthonát a katasztrófa, és a munkahelyét is újjáépítik, viszont mint fogalmazott, sokan egyik pillanatról a másikra mindenüket és a szeretteiket is elveszítették a tragédiában. Legalább 5-en megsérültek, amikor az orosz haderő ismét Szumi városát bombázta Kelet-Ukrajnában. Az egyik bomba egy emeletes házat talált el, a közelben parkoló járművek közül is több súlyosan összeroncsolódott. Közben Kijev bejelentette, hogy Oroszország több mint 2000 drónt indított Ukrajna ellen októberben, amiből a légvédelem csaknem 1200-at elfogott. Több mint 50-en meghaltak Libanon keleti részén az esti izraeli légi csapásokban, jelentette a libanoni egészségügyi tárca. A sebesültek száma meghaladja a 70-et. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy a Hezbollah állásait támadta. Közben a Hezbollah szintén rakétákat lőtt ki Izraelre, ami az ország középső részén csapódott be egy arab többségű faluban. 19-en megsérültek, halálos áldozat nem volt. 4 nap múlva lesz az elnökválasztás az Egyesült Államokban. Este Wisconsinban kampányolt mindkét elnök jelölt. Továbbra is fej-fej mellett áll Donald Trump és Kamala Harris az úgynevezett csatatér államokban. Az eddigi tapasztalatok szerint, aki a csatatér államokban nyer, az lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Tudósítónk Washingtonból azt mondta, 63 millióan már leadták voksukat, így egyre szűkül azon választók köre, akiket még meg lehet győzni a hátralévő napokban. Donald Trump vélhetően megmarad a migráció üzeneténél, illetve annak kezelése üzeneténél, a gazdaság helyzetének javítása üzeneténél. Kamala Harris-től pedig arra lehet számítani, hogy elsősorban a női lakosság felé üzen, egyfajta abortuszpárti megjegyzéssel, megállapításokkal, és másik oldalról pedig nyilván a Donald Trump elleni támadások folytatódnak, a diktátor, illetve a nő ellenes megjegyzések. A nemzeti konzultáció kérdőíveinek kitöltését kéri az emberektől a kormány szóvivő. Vitályos Eszter egy videóban azt mondta, a brüsszeli bürokraták döntései aláássák Európa gazdasági versenyképességét és biztonságát. Hozzátette, a magyaroknak hallatniuk kell a hangjukat. Mi nem szeretnénk gazdasági hidegháborút, mi nem szeretnénk migránsokat betelepíteni az országba. Mi a magyar emberek érdekeit képviseljük. Azért indítottuk újra a nemzeti konzultációt, hogy megerősítést kapjunk az érdekérvényesítéshez. Erős gazdaságot, stabil lábakon álló magyar kis- és középvállalkozásokat, megfizethető lakhatást és biztos megélhetést szeretnénk. Halottak napja van, ma is nagyon sokan látogatnak ki a temetőkbe szeretteik sírjához. A legtöbb sírkertben hosszabb nyitvatartással várják az emlékezőket, a temetők környékén pedig rendőrök és polgárőrök is segítik a forgalom irányítását. Rengetegen választották a kikapcsolódást a hosszú hétvégére, országszerte programokkal és különleges őszi fogásokkal várják az érdeklődőket. A legtöbb szálláshely is megtelt, hiszen a hosszú hétvége mellett még az őszi szünet hátralévő részét is próbálják kihasználni a családok. Serényen kevergeti a szakács a forró sütőtök krémlevest az egyik szegedi étteremben. A leves tálalásához tökmagot pirít, végül pedig tökmagolajjal díszíti a tányért. Eközben sercegve sül a sertésszű zavaslapon, amit később sütőtök krémes risottóval tálalnak. Desszertnek pedig vaníliafagylaltot és almás pitét választhatnak a vendégek. Őszi séfajánlattal várjuk kedves vendégeinket, amelyen szerepel a sütőtök, a tökmag és a gyömbér.
Mindent hazai termelőktől vásárolunk, ami frissen készülnek el az asztalainkra vendégeink számára. Ők nem szelíd állatok, hanem olyan vadállatok, akik nem félnek az embertől. Nem csak őszi ízek, hanem rengeteg őszi program is várja az érdeklődőket országszerte. Ez a csoport például arra vár, hogy szarvasokkal sétálhasson ezen a somogyi farmon. Jön velünk! A szarvasok barátságosan csatlakoztak a túrázókhoz, akik meg is simogathatták az állatokat. Nagyon szeretem az állatokat, és úgy emlékszem, hogy most simogattam először szarvast. Ebben az alsóörsi hotelben a szobák 80%-át foglalták le a hosszú hétvégére. Az ünnepnap mellett még tart az őszi szünet is. A menedzser szerint jellemző, hogy ősszel és télen a hétvégék a legerősebbek. Több programunk is van, ami nagyon kedvelt a mi vendégeink körében. Vannak a disznótoros hétvégéink, ami most a jövő hétvégén lesz. Decemberben is van egy ilyenünk, januárban és februárban, illetve ugye az elmaradhatatlan karácsony és szilveszter. 2024-ben egyébként egyetlen nemzeti vagy hagyományos ünnepnapunk sem esik hétvégére, így összesen 7 hosszú hétvégével számolhatunk. A karácsony pedig idén 6 napos lesz. Ez rendkívül kedvező a belföldi turizmusnak, mivel egyre több vendég tölti szállodában a családi ünnepeket. Ez volt a Híradó. További hírekért és videókért keressék fel a híradó.hu oldalt. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Pál előttel.